két órán keresztül csak a sportolással foglalkozunk, ezért itt van velem Pohiba Palatinus Tünde, a Palatinus Fitness Club, nehogy elrontsam, vezetője. Szia, köszöntelek a műsorban. Szia. Mit kell tudni a fitnessről? Milyen mozgásforma ez? Kiknek ajánlod? A fitness az körülbelül egy olyan 10 éve van itthon Magyarországon. Egy pár évvel előtte Amerikából indult, ugye a testépítés fitness őshazájából. Három kategória is van a fitnessben, tehát amikor fitnessről beszélünk, akkor mindenki arra gondol, hogy fitness. De többféle kategória is van benne. A klasszikus fitness az az, amiről beszéltünk mi már, hogy van egy bikinis forduló, ahol megnézik a lányokat, hogy milyen izmosak, csinosak, nőiesek, fitek, és van egy ilyen másfél perces ugra-bugra szabadon választott gyakorlat, amiben ilyen akrobatikus elemek, lazasági erőemelek vannak, és ilyen show, táncos jellegű a szabadon választott gyakorlat. Zenére. Van olyan kategória, ami body fitness néven fut, ott nincsen szabadon választott gyakorlat a versenyzőknek, egy kicsit izmosabb testformát követel meg a versenyszabályzat, de még nőiesnek kell lenni a versenyzőknek, és van a fitness modell kategória, ahol szintén ugyanígy a lányoknak nem kell szabadon választott gyakorlatot csinálni, ugyanúgy az izmosságot nézik, a szálkásságot, a nőiességet, viszont nem rendelkezhetnek a versenyzők akkora izomtömeggel, mint a body fitness kategóriába, tehát a hétköznapi ember számára inkább a fitness modell kategória az, ami még a jó csajnak a kategóriájába beleillik. Edzés szinten, edzésformában miben különböznek a kategóriák, az egyes kategóriák? Hát a fitness azt most tegyük félre, mert a szabadon választott része az egy a torna akrobatikus elemekre épül föl, de az alapja ugyanúgy, mint ahogy a testépítés, illetve a női testépítésről nem beszéltem, mert az ugye ez már az a nagyon-nagyon izmos kategória, a konditermi súlyzós edzések, ugyanúgy a fitness modell kategóriában fitnessesek, body fitnessesek, testépítők ugyanazokat a gyakorlatokat, ugyanazokat a gépeket építik be az edzéstervükbe, amit esetleg a hobbi sportolók is. Tehát ebből a szempontból nincsen különbség, hogy most nagyon-nagyon olyan gyakorlatot csinálok, ami versenyfelkészüléshez szükséges. Csak mennyiségben? Mennyiségben, a használt súlyoknak a nagyságában, és a táplálkozás, ami még a háttérben van, hogy ki mennyire figyel oda. Igen, az étkezésre. Rá is világítottál a következő kérdésemre, ez lett volna, hogy mennyire kell a táplálkozásra odafigyelni. Százalékban mondjuk mozgás és táplálkozás, hogy oszlik el? Hát elég elkeserítő a hír ebből a szempontból. Nem versenysportról beszélek, hanem a hobbi sportolókat is ide lehet sorolni. Az, aki rendszeresen mozog, és ebbe beleérthető akár a streetworkös, szabadtéri edzések, heti foci, eljárok kocogni, vagy gyalogolni a barátnőmmel, vagy biciklizni, bármi. Ebbe is ez is benne van, illetve hát a versenysportot is ide lehet sorolni. 70%-a az étkezés, és 30%-a a sport, a rendszeres sport. Most megdöbbentem, hogy őszinte legyek, én pont mondjuk, nem, ha nem is fordítva, de mondjuk 50-50-et mondtam volna. Nem, sokkal többet számít az érkezés, és ezt a hétköznapi emberek, ezt szeretik, ezt a számot egy kicsit átalakítani. Tehát akkor, ha sportolok, akkor akármi tehetek teória, az nem nagyon él. Nem. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan testalkatok, vannak olyan gyors alapanyagcserű emberek, akik bármit megehetnek, és nem rakódik rájuk, nehezen is tudnak hízni, de ebből a szempontból én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag mindegy az, hogy milyen sportágat választasz. Nincsen a leghatékonyabb hasgyakorlat, nincsen az, hogy most akkor neked minden áron konditerembe kell edzened, és ezt a gyakorlatot kell csinálni, és akkor tuti biztosan le fogsz fogyni, meg kerek lesz a feneked, meg feszes a combod, hogyha mondom, egy átlagos sportos fittest alkatról beszélünk, hanem az, hogy megtalálni azt a mozgásformát, amit rendszeresen tudok csinálni, örömömet lelem benne. Nyilván természetesen kell egy megfelelő terhelés, ami azért igénybe veszi a szervezetet, de ez lehet akár egy kocogás, vagy akár egy szabadtéri edzés is. Térjünk akkor vissza a fitnesshez és a lányokhoz, mert hogy nem egyedül jöttél hozzánk, hoztál két gyönyörű, szép, csinos hölgyet, kik ők, mit kell róluk tudni, menjünk is egy kicsit közelebb hozzájuk.
Jó. A lányok a Palatinus Team tagjai. Mm-hmm. A Palatinus Team gyakorlatilag fitness modell versenyzőkből áll az én kis csapatom. Adrien, Harangi Adrien, ő fitness modell kategóriába versenyez, látszik is, hogy nagyon szép, csinos kisportolt teste van. Múlt héten, most vasárnap volt a második versenye, és előtte lévő héten szintén mm-hmm. debütáltunk Siófokon egy ilyen kis off-szezonos versenyre, az őszi versenyszezonra készülünk fitness modell kategóriába, ő 23 éves, és Krisztina, Baumann Krisztina, ő pedig a body fitness kategóriára készül, szintén első versenyes, ősszel lépünk először színpadra, és mind a kettőjük edzéstervébe szerepelnek olyan szabad gyakorlatok, olyan saját testű gyakorlatok is, amit a kondi teremben a kondigépek uh-huh. használatával ötvözve alkalmazunk az edzéstervben, és akkor ezzel is tudják ugye saját maguk a terhelést adagolni maguknak. Még mielőtt a lányok mutatnának nekünk néhány gyakorlatot, mondtad az életkorukat, egyébként életkorhoz van kötve, akár a versenyzés, vagy akár ez a szintű testmozgás, ugye látjuk mind a kettőknek nagyon szép kidolgozott izmaik vannak. Van valamilyen korhatár, ami fölött érdemes ezt elkezdeni? Ha versenysportról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy van korhatár nyilvánvalóan, de majd erről mindjárt beszélünk, hogyha, mert én foglalkozok személyedzéssel is, és vannak olyan verseny, vagy vannak olyan emberek, akik megkeresnek, hogy hát, hogy nekem érdemes-e még egyáltalán ebbe belevágni. Igazából én azt szoktam mondani, hogy 40, 50, akár 60 évesen is van értelme életmódot váltani. Nyilván, hogy egy 60 évesnél más lesz a cél, ez ahhoz képest szeretnék változni, mint mondjuk 20 évesen, csak picit egészségesebben élni, picit könnyebben fölkelni a karosszékből, vagy fölmenni az emeletre. A versenysportban a felnőtt kategória az értelemszerűen egy 18 éves kortól van Masters kategória is, body fitnessbe, fitness modellbe is, és testépítés kategóriába is. A nőknél 35 év fölött van a Masters kategória, a férfiaknál 40 év fölött, és azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi tapasztalat, tehát az európai, illetve a világbajnokságokon az a trend, hogy majdhogy nem erősebb, hanem erősebb a Masters kategória, mint a úgymond sima felnőtt uh-huh. kategória, mert abba kell belegondolni, hogy addig, amíg mondjuk egy 20-22 éves lány persze természetesen feszes, meg csinos, meg még ugye az élete elején jár, addig mondjuk egy 30-35 éves nő, aki mondjuk 10-15 éve már odafigyel az étkezésére, és rendszeresen sportol, van 10-15 évnyi munka úgymond a testébe, és ezt az érettséget nehéz mutatja. Behozni. Igen, uh-huh. így van. Így van, így van, így akkor van. Most térjük vissza a hölgyekre, és megkérjük őket, hogy csináljanak néhány gyakorlatot. Mi lesz az, amit ők csinálni fognak? Igen, az első gyakorlatot én női fekvőtámaszt szeretnék javasolni azoknak, akik egy picit szeretnének mozogni. Lányok, csináljatok egy pár darabot, légy szíves, a női fekvőtámaszból. Ez azért jó, mert hogyha megnézitek, akkor oldalt a térdén támaszkodva olyanok is tudják végezni, akik esetleg nem olyan edzettek uh-huh. még. Hogyha szűk fekvőtámaszba, tehát szűk állásba válszélesen csináljuk, akkor a karok jobban a test mellett maradnak, és ez az integető izom uh-huh. az, ami jobban dolgozik. Hogyha valakinek már megfelelő edzettsége van, és ebből mondjuk 8-10-15-öt könnyedén meg tud csinálni, akkor a hagyományos fekvőtámaszra rá lehet térni, ami annyival nehezebb. Lányok, légy szíves, egy pár darab fekvőtámaszt csináljatok, hogy nincs lenn a térd, és jóval nehezebb. Itt arra kell ugye figyelni, hogy egyenes törzsel csinálják, és egyenesen nyomják ki magukat, illetve az, hogy kellően mélyre leengedjétek. Jó lányok, köszönöm szépen! Ne felejtsétek el, hogy nyújtsátok le a megdolgozott izmokat, ami a gyakorlatok közben nagyon fontos. Így van a mellizmat, tricepset. Aki mondjuk nagyon elfoglalt, sokat dolgozik, akár gyereke van, uh-huh. naponta mondjuk mennyit kell mennyi a minimum, amit megcsinál ebből, és akkor már tett valami jót a testéért. Van valami ilyen? Hát én azt szoktam mondani, hogy néha még az 5 perc is számít. Uh-huh. Nyilvánvaló, hogy mást kell várni egy 5 perces mozgástól, és más, hogyha egy hetente 5-ször 1 órát, uh-huh. vagy másfél órát mozgok. Én azt szoktam mondani, hogy többet ér a napi 5 perc, 5-10 perc, de ezt észre fogja magán venni azt, hogy mondjuk ami az elején 5-6 ismétlés nehezen ment, az mondjuk 1-2 hét múlva már könnyebben, és akkor tudja uh-huh. adagolni a terhelést, növelni és többet csinálni uh-huh. belőle.
Menjünk át a következő gyakorlatra. Az mi lesz? Milyen izomcsoportok? Ez is egy saját testsúlyos gyakorlat, amire gondoltam. Én három irányú guggolásnak nevezem, ami igazából nem három irányú guggolás. Nagy terpeszállásba végezzük a gyakorlatot. Ezt kiegészítésként is csináljuk. Itt végezünk mondjuk egy 10 ismétlést, azzal már így lehet kezdeni. Csináljátok közben, lányok, légy kedves. És akkor ettől hol is formálódunk? Combot. A combot és a combhajlítót, illetve a popsi izmait. Igen, edzik. Ugye ezek a kritikus pontok. Igen, igen, ezek a női kényes területek. A 10 ismétlés után át lehet fordulni az egyik irányba, támadó állásba, ami nem igazán guggolás, de a guggolás részét képezi. Forduljatok át, légyszeres lányok. Így van, hátul fölemeljük a sarkot, középen marad a testsúly, és így végezzük tovább a úgymond guggolást. Mm-hmm. Így van, látszik is, nagyon szépen Adrián jó kis rövid sorba jött, és látszik a combnak a munkája. Középen van a testsúly, és ezáltal a előlévő támasztóláb, illetve a hátsó láb is dolgozik. Egyébként az ilyen szépen kidolgozott izomokhoz mennyi idő, mire valaki egy ilyen izomzatot ki tud alakítani? Hát ez nagyon-nagyon változó, egyénenként változó. Jó lányok, köszönöm szépen! Tehát egy ilyen 10-10 mind a három irányba, és egy ilyen 2-3-szor elvégezve, picit nyújtsátok le a combfeszítőt, jó? Hát Adriánt, amikor mi először találkoztunk januárba, akkor már eleve egy olyan szép kis formással jött oda hozzám, hogy igazából neki nem kellett sok ahhoz, hogy látványos legyen. Hát genetika volt neki, vagy sportolt előtte? Genetika volt? Genetika, igen, genetika volt, ami egyértelműen nem az ő érdeme, hiszen ezt ő kapta, viszont azóta már nagyon, nagyon sokat tesz érte, és rendszeresen sportol, és látványosan látszik is rajta. Változó, nagyon sokban függ a táplálkozástól, tehát el lehet úgy edzegetni éveken keresztül, hogy gyakorlatilag látványos változás nem lesz az emberen. Én azt szoktam mondani, hogy ha egy 2-3 hónap után nincsen kézzel szemmel fogható változás, akkor valamin változtatni kell, mert ez nem eredményes. A harmadik gyakorlat, amit szeretnék akár neked is javasolni, az pedig a kitörés, nem tudom, hogy mennyiben ismered, egy sima, egyszerű alapkitörés, amikor zárt állásból kilépünk előre támadó állásba, így van, ez az, itt is ugyanarra kell figyelni, váltott lábbal lehet végezni, vagy pedig ugyanarra az oldalra. Ennek egy kicsit komplexebb változata, amit én három irányú kitörésnek neveztem el, mert gyakorlatilag az egyik lábbal, másik lábbal előre elvégezzük a kitörést, utána oldalra terpeszállásba végzünk egy guggolást, de ez ugye nem kitörés, csináljátok lányok, légy szíves, azaz, visszazár középre, és a másik oldalra is, azaz, és a harmadik irány pedig a hátra. Hátra kilépve, így van, egy picit máshogy dolgozza meg a popsi comb és a combhajlító izmokat, azaz, és akkor megint lehet előre, tehát kettőt jobb lábbal, bal lábbal előre, egyik oldal, másik oldalra kilépve, és megint hátra. Ebből, hogyha 10-et megcsinál az ember, akkor azért az matematikailag kiszorozva az 60 darab, ugye 2-4, igen, 60 darab. Az már formál. És az már formál, aki pedig edzettebb, jó, köszönöm szépen lányok, aki pedig edzettebb, akkor 2-3 kör picit nyerni után tud belőle végezni. És még a végén annyit mondja nekünk, hogy Magyarországon mennyire népszerű, mondjuk maradjunk a hölgyeknél, a hölgyek körében a fitness, a testépítés. Mint versenysport, vagy mint hobbi? Akár mint versenysport, és akár hobbi szinten is. Hát hobbi szinten azt mondom, hogy szerencsére egyre népszerűbb, és most már gyakorlatilag tényleg a 18 évestől a 60 akárhány évesig járnak konditerembe edzeni. Elsősorban közérzetjavítás, illetve pici alapformálás, egészség megőrzés szempontjából. A versenysport pedig egyre népszerűbb a fitness modell, illetve a body fitness kategóriában. Inkább a fitness modell az, ami népszerűbb. Azért sokkal csinosabbak, kevésbé izmosabbak a lányok, és hamarabb is el lehet érni azt a mennyiségű izomtömeget. Viszont az a szomorú hír van ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sok versenyzői ambícióval érkező lánynál a genetika az viszont határokat szab meg. Nem az izmosság, hogy gyorsan tudok-e izmat építeni, vagy le tudok-e zsírt adni
X időn belül tudok-e fogyni, hanem a csontozat, amin viszont nem lehet változtatni. Tehát mondjuk egy szélesebb csípőcsonttal rendelkező hölgy, akinek mondjuk esetleg keskeny válla van, az nem fog jól mutatni a színpadon, bár ugyanilyen izmokat kellő kitartó munkával, megfelelő táplálkozással fel tud építeni, de nem biztos, hogy a színpadon az összkép az jól fog mutatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és a lányoknak is köszönöm, hogy itt voltak, és további sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen, és örülünk, hogy itt lehettünk.